Kedves hölgyeim és uraim, a 2020-as év sorsdöntő a felvidéki magyarok számára. Február 29-én önök ismét döntenek, hiszen Szlovákiában parlamenti választások lesznek. A tét nem kevesebb, mint a magyar közösségünk újbóli visszatérése az országos politikába. A cél pedig a magyarok érdekeinek hatékony és hiteles képviselete. Tisztelt jelenlévők, a magyarok felelőssége, hogy félmilliós közösségünknek kompetens képviselete legyen a parlamentben. Az egységes politikai képviselet megszűnése óta a magyar érdekérvényesítés országos szinten meggyengült. A magyar közösségi összefogásban résztvevő pártok, a Magyar Közösség Pártja, a Magyar Fórum és az Összefogás félretette a korábbi sérelmeiket és közösen megalkotta a Felvidék programját. A program egyik legfontosabb célkitűzése, hogy szülőföldünket Szlovákia déli részét fejlessze. A nagyobb beruházások ugyanis elkerülték ezt a térséget. Az igazságtalan finanszírozási rendszer miatt az északi falvak több pénzt kapnak, így itt az ideje, hogy a délről érkező adóbevételekből szülőföldünk fejlődjön. Ez nem csak gazdasági, hanem társadalmi szempontból is nélkülözhetetlen. A Magyar Közösségi Összefogás programját fiatal szakemberek bevonásával készítette. Az MKÖ 150 jelöltet indító listája közösségünk tükre. Minden választópolgár megtalálja rajta a maga négy emberét, akiket karikával erősíthet. A magyar listán olyan személyek szerepelnek, akik a déli régió felemelkedéséért szeretnének tenni. A listán indulnak polgármesterek, helyi és megyei képviselők, valamint fiatal szakemberek. Megvan a szükséges politikai tapasztalat és a szakmai háttér is, hogy a magyar közösségi összefogás sikeres legyen. A következő percekben a színpadra invitáljuk a jelenlévő jelölteket. Kedves hölgyeim és uraim, láthatják tehát a Magyar Közösségi Összefogás listájának jelenlévő képviselőjelöltjét. Most pedig kérem, elsőként engedjék meg, hogy felkérjem Mózes Szabolcsot, az Összefogás elnökét, hogy köszöntse önöket és tartsa meg beszédét. Szép napot kívánok, köszöntöm önöket, köszönöm, hogy ennyi sokan eljöttek erre a záró ünnepségre, és remélem, hogy még többen eljövünk jövő szombaton a választásra. Tavaly májusban egy méregdrága közvéleménykutatást tartottak Szlovákiában, amiben közel 100 000 magyart kérdeztek meg. Akkor önök úgy döntöttek, hogy külön utakon nem megy. Ezt a közvéleménykutatást európai parlamenti választásnak hívták. Az eredménye pedig az lett, ami, és azt mutatta, hogy csak egységben összefogással lehet eredményeket elérni. Mi az összefogás mozgalmát azért hoztuk létre tavaly nyár végén, hogy egy közös platformot hozzunk létre, egy olyan platformot, ami az összes magyar képviselő, az összes magyar jelölt, politikus, aktivista, szakértő megtalálja magát, mindenki, akinek fontos a magyar érdekképviselő, parlamenti és kormányzati szinten is. Ezen a listán, itt látjuk a jelölteket, azok találkoztak, akik össze akarnak fogni, akik együtt akarnak működni, ők indulnak a 22-es listán. Február 29-én arról fogunk dönteni, hogy lesz-e szlovákiai magyar érdekképviselő a parlamentben, és a kormányon vagy 30 év után esetleg elvész. Tudjuk jól, hogy a szlovák politikusok és jelöltek mennyit törődtek Dél-Szlovákiával az elmúlt 30 évben. Ugyanennyire fognak törődni Dél-Szlovákiával és a magyarokkal a következő 30 évben is, mint az elmúlt 30 évben. Éppen ezért fontos, hogy lesz-e magyar érdekképviselet a parlamentben. És ugyanilyen fontos, hogy legyen magyar érdekképviselet a kormányon. És itt mondhatom el a jó hírt, hogy nekünk nem csak egy jó programunk van ehhez, hanem szlovák partnereink is. Nekünk vannak csak szlovák partnereink, akikkel kormányra tudunk lépni, akikkel végre tudjuk hajtani ezt a programot. Február 29-én emellett arról is döntünk, hogy egy hatékonyabb érdekérvényesítés lesz-e, mint az elmúlt 30 évben, valamint arról is döntünk, hogy az összefogás és az együttműködés útján haladunk-e tovább, vagy pedig a megosztottság útján, ami az elmúlt 10 évet jellemezte a felvidéki magyar politikában.
Egy személyes élménnyel zárnám beszédemet. Én 1998-ban szavaztam először. Az önök többsége valószínűleg tudja, nagyon jól érezte és tudja, hogy milyen 4 évet zártunk akkor. A harmadik Metsner kormány alatt nagyon sokat loptak, csaltak, embert raboltak és embert gyilkoltak. Azóta 22 év telt el, és 2020-ban egy újabb, olyan 4 évet zárunk, amikor nagyon sokat loptak, nagyon sokat csaltak, embert loptak és embert gyilkoltak is. Én nagyon büszke voltam akkor, hogy első választóként arra a magyar erőre tudok szavazni, amely lezárta ezt a rémkorszakot. Nagyon örülnék neki, hogy a 2020-ban hasonlóan járnánk el, hasonlóan döntene a magyarság. Velünk együtt sikerülne lezárni ezt a gyászos 4 éves korszakot, és a pozitív jövő felé elindulni. Ehhez az kell, hogy mindannyian ott legyünk, együtt menjünk el február 29-én szavazni, és akkor sikerülni fog. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen Mózes Szabolcsnak, az Összefogás elnökének. A következőkben mikrofonhoz szólítjuk Simon Zsoltot, a Magyar Fórum elnökét, hogy szóljon a tisztelt közönséghez. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves dunaszerdahelyek, csalóköziek! Magyarok, magyar érzelmi emberek, választók! Engedjék meg, hogy én csatlakozzak és folytassam azt, amit Mózes Szabolcsal kezdett. 3 párt közös megegyezése volt az, hogy félreteszünk mindent annak érdekében, hogy egy közös listát állítsunk. 3 pártot jelölteket erre a listára. Én emlékszem arra, mikor 98-ban egy egységes lista alakult. Nem egy egyöntetű, nem egy egyvéleményű listáról volt szó, hanem arról volt szó, hogy az a listán mindenki helyet kapott, minden egyes választónak lehetőséget nyújtott, hogy a kereszténytől, a liberálison keresztül mindenki megtanálja azt a jelöltet, aki éppenséggel az ő szívéhez közelebb volt. Ennek köszönhetően volt egy erős képviselet. De ez nem csak egy erős képviselet volt, hanem egy tisztességes képviselet volt, ami a jóért harcolt. Jó magam a hírben voltam. Kollégáimmal a Magyar Fórumból többségében úgy szintén. Óriási csalódtunk akkor, mikor 2016-ban a választások után észrevettük, hogy a mi szavazatainkból Fico-cinkos társait csinált valaki. Az egységet nem a politikai pártok képviselőinek kell, hogy megteremtsük, hanem önöknek, a választóknak. Önöknek kell egységet mutatni. Ha önök egységesen elmennek és szavazni fognak, és a magyar listát válassza azt, amelyik elutasította a Fico-féle maffia kormányt, való együttműködést, ennek köszönhetően van egy koalíciós potenciálunk, akkor higgyék el, mindegy, hogy itt mutatnak a közvéleménykutatások, mi sikeresek tudunk lenni. Nem valakinek a varsonszékét kell megmenteni, nem valakinek a kénye kedvét kell figyelni, hanem a közösségnek az önök véleményét. És higgyék el, hogy van olyan párt, amely a Magyar Fórum is jelöltjei, akik a híd által képviselt értékrendet tovább viszik. Ebben a csapatban az MKP megtanálja a saját maga jelöltjét. A volt híd választók, akik csalódtak a hídban, őket is megnyugtatom, ők is meg tudják találni a jelöltjéket ezen a listán. A lényeg az, hogy minden szavazat a jó oldalon álljon. Hölgyeim és Uraim, akarunk? Felteszek egy kérdést. Akarunk történelmet írni? Újra egy egységet, egy tisztességes képviseletet? Akarunk? Ha ezt akarjuk, akkor arra kérem önöket szombaton, jöjjönek el, és csináljunk együtt történelmet. Álljunk újra jó oldalon, és küldjük el ezt a maffiakorban minden koalíciós partnerével a múltba. Köszönöm szépen! Köszönjük Simon Zsoltnak. A következő percekben Menyhárt József, a Magyar Közösség pártjának elnöke köszönti önöket és tolmácsolja gondolatait. Jó estét, Dunaszerdahely! Jó estét, Csallóköz! Ideje őszintén beszélni. Őszintén szembenézni a dolgokkal. 30 év, tán nem tűnik nagy időnek. De hátráltunk
hátráltunk és hátráltunk. Mindig a kicsit választottuk, és így meg is szokták, hogy nekünk a kevés elég. Átrajzolták fejünk fölött a megyéket, sarokba kényszerítették az anyanyelvünket, térdre kényszerítették a gazdaságunkat. Már nincs hova hátrálni, és már nincs hova átállni. Lehet, hogy néhányan arra gondolnak, majd telefonálnak. De én úgy gondolom, ott volt az idő, hogy mindenki hátralépjen hármat, hogy közösen a közösségünk előre mehessen. Akik ma itt a 150-es listából megjelentek, nem teljes a kép, hisz tegnap előtt Kassán ugyanígy teltház volt, tegnap Rimaszombat főterén több mint 500 ember, majd a Városi Művelődési Központban 600 ember ténylegesen ott volt. Ez is mutatja, ebben az évben a szabadságharc előbb kezdődik. Nem kell 15-ig várni. Szökő év szökőnapján mi, akik itt állunk, és korábban politikai ellenfelek voltunk, nem ellenségként, hanem a közösségként, tevékeny emberként fogtuk meg egymás kezét, elengedve egymás nyakát. Úgy gondolom, a mi közösségünk 2006-ban megtapasztalta, ki az a Fico és ki az a Kalinyák. Mert ha fölnézek a karzatra, ott van Presinszky Karcsi barátom, aki ott volt azon a napon, amikor Zsák Marina Hedviget Nyitrán megverték, bebotlatozott a tanszékünkre, és utána ebből a lányból egy bűnöst, egy olyan embert kreáltak, aki vétlen volt és nem tett semmi rosszat. Mi már akkor tudtuk, amikor a dunacerdahelyi szurkolóverés megtörtént. Itt van Pelek Peti barátom, aki tudja a szurkolótársaival, hogy mi történt akkor. És azóta sem mondta ki senki, hogy bocsánat. Amikor kollektív jogokról beszélünk, nekünk csak a kollektív bűnösség jut. Nekünk igenis jogunk van ott élni, és nem túlélni, hanem élni a mindennapjainkat becsülettel és bátran. Arra kérek mindenkit, magáért menjen el szavazni. Ne azért, hogy 150 emberből valaki majd bejusson, mert be fogunk jutni, ez biztos. Ezt mutatja mindenki, aki most segédkiált és telefonhívást ígérget, megtehették volna, egész idő alatt nyitva volt a kapu. Azok álltak össze, akik úgy gondolják, hogy ez a közösség már nem hátrafelé, hanem előre akar menni. És arra biztatom önöket, önök magukért álljanak ki, bátran. Álljunk ki, és kérjük, ami jár, mert nem vagyunk kevesebbek. Aki ezt állítja, hazudik. Nekünk bent a szívünkben kell eldönteni azt, hogy bátrak leszünk, és kérjük, ami jár, vagy megelégszünk az alamizsnával. 30 éven keresztül hátráltunk. Már nincs hova hátrálni. Így amikor azt mondom, hogy ott leszünk, akkor biztosra veszem, hogy a Magyar Közösség Pártjának mind a 90 jelöltje ott lesz, oda teszi magát. Berényi József a 150-es helyről. Csáki Pál a 149-es helyről. De ott lesz Dunaszerdahelyváros minden képviselője, ott lesz a város polgármestere, és ott leszünk mindannyian, mert mindenki magára szavaz. Én arra kérem önöket, ne féljünk. Nem kell, és nem is szabad másodrangú polgárnak maradni. És nagyon köszönöm Dunaszerdahelyvárosának, a Csallóköznek, hogy ma itt megmutattuk, hogy sokan vagyunk. És még egy köszönet jár. Mi, akik most a kampány hajrájában vagyunk, köszönettel tartozunk a hozzátartozóinknak. Én külön köszönöm a páromnak, hogy itt van, és támogat. És köszönöm önöknek, hogy eljöttek, és bátorítom önöket, hogy bátran négyet válasszanak. Válasszanak olyan embert, aki szimpatikus, aki tett, aki tenni akar. Ez a lista győzelemre ma ítélve, de ez a győzelem mindannyiunk győzelme kell, hogy legyen. Hajrá Felvidék, hajrá Csallóköz, hajrá Magyarok! Menhárt Józsefnek. Az ünnepi beszédek során a Magyar Közösségi Összefogás lista vezetője Bárdos Gyula zárja, akinek ezennel átadjuk a szót.
Tisztelt Hölgyek Ura, kedves Gnaszterdeiek, kedves Csallóköziek! Azt is engedjék meg, hogy valamennyi képviselő jelöltársa nevében, akik itt vannak és akik most nem tudnak itt lenni, mert máshogy vannak, ugyanúgy a találkozókon, az ő nevükben köszönjem meg önöknek, hogy itt vannak, hogy megtisztelnek bennünket jelenlétükkel, és egyben azt, hogy kiállnak mellettünk, és szombaton a felvidéki magyar közösségünk ismét egy olyan sikert tud majd elkönyvelni, amelyre nagyon nagy szükségünk van. Nagy öröm számomra, hogy 1998-ban, amiről beszéltek kollégáim, és Mózes Szabolcs is mondta, hogy akkor szavazott először, felvidéki magyar közösségünk mindig akkor volt sikeres, amikor összefogott. 1998-ban az akkori Mecsiar törvény hátterében, de sikerült összefognunk. Fantasztikus összefogás volt, és soha nem látott támogatást kapott a közös lista. Amikor Berényi József 2014-ben javaslatot tett arra, hogy először magyar államfőjelöltként induljak az államfőválasztáson, akkor önöknek köszönhetően, annak ellenére, hasonlóan, mint most, hogy voltak, akik nem támogatták az egyetlen magyar jelöltet, és a szlovákot támogattak, önöknek köszönhetően a híd nélkül is sikerült az 5%-os küszöböt megugranunk. Köszönöm önöknek! Közösségünknek összefogásra van szüksége, mert mi nem túlélni, hanem fejlődni akarunk, és magyarként akarunk a saját szülőföldünkön megmaradni, és a gyerekeink és unokáink is. Hölgyek és urak, 25 lista, illetve koalíció indul a választáson, 25. De a 25-ből csak egyetlen egy teljes magyar lista van, a 22-es. A 22-es listán 150 magyar jelölt van. A többi lista vagy vegyes lista, vagy szlovák lista, megspikkelve néhány olyannal, akik úgy gondolják, hogy majd ezzel szavazatokat szereznek. Soha senki nem fogja helyettünk kikaparni a gesztenyét. Soha senki nem fogja a mi érdekeinket képviselni, ha nem vagyunk képesek összefogni, és ha nem vagyunk képesek a felvidéki magyar közösségnek egy olyan közösséget, egy olyan képviseletet biztosítani, amely nem a saját zsebére, nem a saját bizniszére, hanem a közösségre akar építeni. És eljött az ideje annak, hogy végre ne saját zsebükre dolgozzanak egyesek, hanem a közösséggel képviseljék, akik vállalják. Ez a csapat ezt vállalja. Ehhez kérjük az önök segítségét és támogatását. Március 1-én egy új korszak fog kezdődni. Egyrészt ebben az országban kormányt kell váltani. Hölgyek és urak! Micsoda tragédia, hogy egy fiatal újságírót és egyesítelet megölni ahhoz, hogy bizonyos dolgok a felszínre kerüljenek. És micsoda dolgok kerültek és kerülnek a felszínre. Kérdem én, ha nem ölik meg Ján Kuciakot és Jegyesét, és ha nem jönnek ezek az információk a felszínre, akkor most úgy kampányolnának egyesek, hogy minden a legnagyobb rendben van? Mert ez a világ rendje, így kell ennek menni? Nekik köszönhetően kitudódtak a dolgok. És nem csak a hazai nyomozóknak köszönhetően, hál' Istennek, az európai nyomozóknak is köszönhetően nem lehet a szőnyeg alá söpörni a dolgokat. Olyan változásra van szükség, amely változásban olyan emberek kerülnek tisztségekbe, akik nem saját magukra, hanem a közösségre koncentrálnak és fókuszálnak. Ez duplán érvényes ránk, felvidéki magyarokra. Kedves ellenlevők, 100 évvel Trianon után, a megosztottságunk után, mikor adunk megfelelő választ arra, hogy mi összefogunk, és magyarként akarunk a szülőföldünkről megmaradni? Hát itt a legnagyobb lehetőség, 29-én szombaton. És ez a magyar lista, amelyet én vezethetek, aki nemzeti ünnepünkön március 15-én született, végre kapja meg azt a támogatást, hogy felvidéket, Dél-Szlovákiát felzárkóztatjuk, kormányt váltunk, kiszellőztetünk, és egy olyan magyar képviselő kerül oda,
amely az önök érdekét fogja képviselni. Önökkel együtt ez sikerülni fog. Ha összefogunk, ha jól megszervezzük magunkat, akkor biztosan sikerül. Nagyon magas lesz a részvétel. Tehát nem elég a szokásos formánkat hozni. Mindenkinek kell még hozni magával egy ismerőst, egy barátot, egy olyat, aki esetleg úgy gondolja, hogy mégse. Igenis, meg kell szervezni magunkat. Csak is magunkra számíthatunk. Egy erős magyar képviselet az alapja a felvidéki magyarság jövőjének. Kedves dunaszerdeiek, hölgyek és urak, kedves csalóköziek, önökkel együtt kormányt váltunk, sebességet váltunk, gyorsítunk, és a hibákból tanulunk. Igenis, voltak hibák akkor is, amikor mi ott voltunk, meg a magyar közösség képviselői ott voltak. Tanulni kell, okulni kell a hibákból, és végre egy olyan képviseletet kell a parlamentbe juttatnunk, amely képviselet közösségünket fogja képviselni, és a közösségi képviselet az alapja megmaradásunknak. Hajrá Felvidék, hajrá Csallóköz, hajrá magyarok! Ott leszünk, önöknek köszönhetünk! Hölgyek, urak, még mielőtt nemzeti imánkat közösen énekelnénk el, hadd kérjem a színpadra Dunaszerdai város polgármesterét, Hályo Zoltánt, köszöntse nagy taps! Egy város, amely első embere nélkül nem mozdul. Tisztelettel kérem az itt egybe gyűlteket, nemzeti imánk elénekléséhez álljunk fel! Választás nagy esély Szlovákiának és nagy esély a magyaroknak. A változáshoz nem csak a politikusok, hanem a széles közösség összefogására is szükség van. Szükség van az idősekre, a fiatalokra, a városiakra, a vidékiekre, sőt azokra is, akik külföldön tanulnak vagy vállalnak munkát. Február 29-én a jövőnkért, a jövőnkről voksolunk.
A politikai összefogás mindannyiunk összefogásává kell, hogy váljon. A magyar közösségi összefogás egy új korszakot szeretne nyitni programjával. Egy olyan korszakot, ahol észszerű kompromisszumokat kötnek, és személyes felelősséget is vállalnak. A kormányváltól erők számítanak a magyarokra, a magyar közösségi összefogással számolni kell, a párt pedig számol önökkel jövő héten szombaton. A magyar közösségi összefogás az egyedüli kormányképes erő. Február 29-én járuljanak az urnákhoz és szavazzanak a 22-es listára. Az önök kezében van a döntés, hogy kik kerülnek a parlamentbe és kiknek szavaznak bizalmat. A magyar képviselet elérhető cél együtt sikerülhet.